Congratulations, two games. Gratulálok, két győzelem, két mérkőzésből, nagyon sok tapasztalat, szerintem ez egy tökéletes kombináció márciusra. Ó, igen. Márciusról van szó, nyilván ez picit azt lehet mondani, hogy problémás, meg érzékeny, nem a legjobb időpont, hogy ha végignézzük, hiszen hosszú ideig nem lehettünk korábban együtt, novembertől kezdve hosszú időn keresztül nem láttuk, de itt most legalább volt egy-két videóértekezlet. De ha meg azt nézzük, ez a leghosszabb, amikor úgy együtt lehettünk. Szóval összességében ma azt gondolom, hogy nagyon... Az első fél időben összességében általánosságban mondhatjuk, hogy nem volt olyan jó. A második jobb volt, az elsőben volt 3-4, lehet, hogy 5. Olyan szituáció is volt, amikor lőhettünk volna a kapussal szemben, de nem lőttünk. Aztán a második fél időben már azért fejlődtünk, jobbak voltunk, de azért szenvedtünk is bizonyos pillanatokban. Előfordult, hogy a széleken kialakítottak emberfölényt, de összességében nyilván változtattunk is sok játékost annak érdekében, hogy mindenkit ről kapjunk valamiféle fajta képet, mert hogyha valakire nem számíthatsz úgy, mint kezdőként, akkor meg kell nézni, hogy csereként mit tudsz hozni, úgyhogy ebből a szempontból ez jó lecke volt a jövőre való tekintettel. Én igazából kívülről két különböző félidőt láttam. Az elsőben nem volt lövésünk, ami eltalálta volna a kaput, de akkor ön is ezt látta, hogy hiányzott a kapura lövés. Szerintem elértünk az ellenfél kapujáig 4-5-ször is, de nem fejeztük be az akciót, mert szerettük volna mindig a következő azt még egyel többet, a bonyolultabbat. A labdarúgás könnyű, ha odaérsz az utolsó 20 méterre, akkor be kell fejezni az akciót. Ha nincs egy tiszta átadási lehetőség a csapattársadnak, aki teljesen szabad, mint ahogy Lang megtette a végén. Ő azt is mondta, hogy ideges lent volna, hogy ez nem a gól a végén. Persze, de hát egyedül volt akkor szemben a csapattársad, rendben volt. De nem volt ilyen helyzetünk az első fél időben, és mégis próbáltuk utolsóra egy nagyon nehéz átadást. Ez hasonló volt a török elleni mérkőzés első fél idejében is, bizonyos szempontból. Az egyetlen, amit szeretnék, amit nagyon akarok, nem szeretnék, akarok, hogy fejlődjünk, a játékosok fejlődjenek, hogyha ez lehetséges, de szerintem az, hogy elhivatottak legyünk, hogy kapura lőjünk. Néha ez úgy tűnik, hogy tényleg gyakorlatilag a labdával akarunk itt besétálni a kapuba, hogyha odaérsz 15-20 méterre a kapuval szemben, és ott vannak olyan játékosok, akik nagyon jól lőnek. Miért nem lőnek? De ebben muszáj fejlődniük. Meglátjuk júniusban. De mi az, ami most gondolkodni kell júniusig önnek? Szerintem taktikai szempontból néhány részletet még azért tisztázni kell, és össze kell hozni, például amikor nagyon beszorulunk a kapunk elé, vagy amikor mi úgy döntünk, hogy igazán feltoljuk a védekezésünket, és ultra offenzíve letámadunk, mert hogyha megnézzük, a gól például ilyen helyzetből jött, úgyhogy így is kell folytatnunk mind a két oldalon. Tehát ha nagyon le akarunk támadni, vagy pedig nagyon hátul kell védekeznünk, akkor ki kell találnunk, hogy hogyan akarjuk megoldani a helyzeteket. Néha tisztább, erről már azért beszélgettünk az ilyen kis apróságokról, mert az ellenfelekkel szemben, akikkel találkozunk az Európa-bajnokságon, taktikai szempontból szükség lesz rá, hogy tökéletesek legyünk. Többet tud a nevekről, a 23-ról, aki majd bekerül a keretbe, ezután a két meccs után, nézze. Most
22-t hívtunk, plusz a három kapust. Mindössze 23 játékost vihetünk összesen, tehát 20 plusz 3-at. Jelen pillanatban, hogy őszinte legyek, novembertől márciusig nem láttam egyetlen fenomenális játékost sem, akit még meghívhatnánk az utolsó pillanatban. Persze kapom a tanácsokat mindenhonnan, emberektől kérdezik is tőlem, hogy miért nem jó, de ezt meg ezt. Három meccsel valaki, vagy egy-két meccs után már jön is a kérdés, ugyan már. Mindig is ezt mondom. Emlékszem az első alkalommal, amikor ezt mondtam, az első mérkőzésen Lengyelország ellen itt, amikor 3-3 lett a meccs vége. Amit mondtam, én emlékszem rá, egész egyszerűen a földön kell lennünk mind a két lábunkkal. Ugyanez, ennyi kész.